Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. június 18-án, este 19:30-tól. Halad a Magyar Falvak program, már bírálják a pályázatokat. Dr. Bagó Zoltán a Szívből Kalocsa polgármester jelöltje, az egykori európai parlamenti képviselő indul az őszi önkormányzati választásokon. Guinness rekord született Solton, 20 lovat hajtott egyszerre egy csikós. Halad a Magyar Falvak program. Az elbírálási fázisba érkeztek a benyújtott pályázatok, így hamarosan kiderül, melyik kis település kap támogatást. Összesen 18 célterületre nyerhető pénzösszeg. Modern vagy Magyar Falvak program, mindkét elnevezés ugyanazt a kezdeményezést akarja. Az állam célja a program elindításával, hogy a kis települések fejlődését segítse elő. Összesen 18 kategóriában lehetett pályázatot benyújtani, mint például közösségi terek fejlesztése. A program szépen halad, már a pályázatok elbírálásánál tart éppen. Mindenről a térség országgyűlési képviselője számolt be. 4 célterület az egészségügy, ennek egyik része már megnyitásra került, a rendelőfelújítás és az eszköz igénylés, az önkormányzati dolgozók bérének korrigálása, lakása, pályáztatható úton való megszerzése, bölcsődék, óvodák kapacitás bővítése, óvodaudvar felújítás, sportparkok, polgármesteri hivatal épületenék felújítása, termékek fenntartása, bocsánat, temetők fenntarthatósága, víz, WC, hulladék, odavezető rendszerek kiépítése, tehát temetőkről beszélek, belterületi út, járda építés, közösségi területek karbantartása. Továbbá tanyagolnoki rendszer működtetése és egyházi közösségi terek rekonstrukciója is támogatható. A térség országgyűlési képviselője elmondása alapján a támogatási összegek nem arányosság alapján kerülnek kiosztásra, de hangsúlyozta, mindenképpen érdemes pályázniuk az önkormányzatoknak. A nagy mátrixba talán valami olyan üzenetet lehet mondani, hogy a 18 jogcím közül talán magyarországi falvak, ugye 5000 fő alatti falvak, települések, mindegyike valamelyik jogcím közül egyben nyertes lehet. Font Sándor hangsúlyozta, jelenleg elbírálás alatt állnak a pályázatok. Egyházi típusú kiírása már 5, még műveldési ház rekonstrukciójára 10 pályázat érkezett be a körzetből. Ezekről hamarosan eldől, sikeresek-e. Vasárnap robbant be a közösségi média oldalaira a hír, hogy az egykori európai parlamenti képviselő indul az őszi önkormányzati választásokon, a kalocsai polgármesteri székért. Dr. Bagó Zoltán a Szívből Kalocsa polgármester jelöltjeként az Egyesület színeiben induló képviselő jelöltekkel együtt mutatkozott be a nyilvánosság előtt. Újabb polgármester jelölt mutatkozott be a hétvégén városunkban. Ezúttal a 16 évnyi politikai múlttal rendelkező dr. Bagó Zoltán jelentette be, hogy indul az őszi választásokon. Az egykori EU parlamenti képviselő elárulta, hogy folyamatosan és egyre többen keresték meg őt az itt élő emberek közül, hogy elfogadja a felkérést a feladatra. Az lett a vége, hogy összeállt egy 40-50 fős olyan csapat, helyi értelmiségből, válkozókból, köztisztviselőkből, közalkalmazottakból, akik tulajdonképpen rávettek arra, hogy ezt a feladatot vállaljam el. Aztán elkezdődött tavasszal a csapatépítés, hiszen óvatos duhajként meg kellett keresni a megfelelő embereket a megfelelő feladatra, és ezek után jött az, hogy igen, nagy valószínűséggel ezt meg lehet csinálni, hiszen óriási a városi igény a megújulásra, illetve óriási a városi igény arra, hogy egy olyan hozzáértői szakértő csapat legyen, ami pártokon felül és pártokon kívül a lokálpatriót alapon szeretné tovább menedzselni a várost. A Szívből Kalocsa jelöltje, illetve jelöltjei nem csak a polgármesteri székért szállnak harcba, hanem minden egyes választókörzeti és listás mandátumért. A lokálpatriotizmus, a városért való aggódás és a városért tenni kívánás, az az akarás, hogy ez a gyönyörű kisváros visszatérjen a helyes útra, ezt tartja össze a csapatot, és a támogatóink is azt várják el tőlünk, hogy a legjobb szaktudásunk szerint olyan döntéseket hozzunk, amelyek elsősorban városgazdálkodás és városüzemeltetési térségek. Ahogy az egyik szlogenünk is szól, csak a város, tehát nem szeretnénk városon kívüli megyei, országos,
országos politikai párt, politikai ügyekkel foglalkozni, hiszen a kalocsai képviselőtestületnek, illetve a polgármesternek a feladata elsősorban a helyi lakosoknak az érdekvédelme és az ő igényeiknek a kielégítése. Dr. Bagó Zoltán csapatával felkészülten vágott bele a feladatba, ugyanis már a bemutatkozásra elkészült az uniós jó gyakorlatokra épülő programjuk. Ez a turisztikai destináció menedzsmenttől a munkahelyteremtésen át a nem állami feladatú egészségügyi kérdésekig bezárólag egy nagyon sokrétű kérdéskör. Ebben született egy 80-valahány oldalas tanulmány, amit tulajdonképpen a programunknak a részét képezi. Ezt a későbbiekben egyébként a lakosság előtt nyilvánosságra is szeretnénk majd hozni. És ezeket utána lebontottuk egyedi problématérképek szerinti kérdéskörökre, hiszen a 8 körzetnek vannak olyan sajátosságai, amik nem teljesen homogének a városban. A jelöltekről szóló bemutatkozó anyagot a közösségi oldalakról és a háztartásokba eljutatott szórólapokról ismerhetik meg az érdeklődők. Mobil kormányablak járja a Kalocsa járásának falvait előre meghirdetett időpontokban június 21-éig. A lakosságnak lehetősége van helyszínen igénybe venni a mobilizált ügyfélszolgálatnál a kormányablakok szolgáltatásait. Idén újból körbejárja térségünkben a vidéki településeket. Előre meghirdetett menetrend szerint a mobil kormányablak. A mobilizált ügyfélszolgálat még 2018-ban állt szolgálatba a Bácsiskun megyei kormányhivatalnál. Az autóbusz lehetővé teszi, hogy két munkaállomáson az ügyfelek igénybe tudják venni a kormányablak szolgáltatásait. Tavaly próbaidőben szerepelt a gépjármű, és a tapasztalatok alapján, mivel volt rá igény, így újra alkalmazzák helyben ezt a módszert. A mobil kormányablaknál számos ügy intézhető helyben, személy igazolvány és lakcímkártya ügyintézés, diákigazolvány és ügyfélkapu regisztráció, parkolási igazolvány, útlevél, vezetői engedély ügykezelése. Ezek mellett lehetőség van a szociális, az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás adminisztrációs feladatait elvégeztetni. Kalocsa járásának falvaiban június 11-én át munkába a jármű, és június 21-ig járja felváltva a térség településeit. A mai napon délelőtt Géderlakon, délután Dunaszentbenereken lehetett megtalálni a mobil kormányablakot. A héten azonban még igénybe vehetik a mobil ügyfélszolgálat szolgáltatásait Hartán, Miskén, Drágszélen és Fajszon. Puszta 20-as, így hívják azt a merész mutatványt, melyet nemrégiben Solton hajtott végre egy csikós. Egyszerre 20 lovat hajtott állva a tapasztalt lovas, mely Guinness rekordnak számít. Egyszerre ennyi lovat még senki nem irányított így. 3 évvel ezelőtt Bocsán született rekord, akkor 15 lovat hajtottak egyszerre. Ez döntötte most meg Tóth Lajos, aki a Solthoz közeli Révbérpusztán hajtotta végre a vakmerő és egyben lélegzett elállító mutatványt. A klasszikus úgynevezett puszta ötöshöz még 15 lovat kötöttek, így lovagolta meg őket két lóhátán állva. A révbéri pünkösdi vigadalom kiemelkedő programjaként szerepelt a rekordkísérlet, ahol a népi jellegű, illetve lovas események közé ebben az évben újdonságként illesztették a Guinness rekord kísérletet. A felkészülést hónapokkal a rendezvény előtt megkezdték, a mutatványra Tóth Lajos vállalkozott. A fiatal lovas Bölcskén él, civil foglalkozását tekintve hivatásos tűzoltó. A fiatalember nagyapjánál szerette meg a lovakat, az állatokkal való törődés, lovaglás, fogathajtás mindig is a hobbiai közé tartozott. Nagyport vernek a lovak az amatőr felvételeken, így hajtotta végre Tóth Lajos a mutatványt. A Guinness hitelesítéséhez minimum 1 percig lépésben, majd ügetésben, végül vágtában kell a lovakat tartani. Ez a hajtótól jó egyensúly és ütemérzéket, a lovaktól fegyelmezettséget és összeszokottságot igényel. A hitelesítő bejelentése alapján sikerült ez előírt feltételeket teljesíteni, így még ott a helyszínen átnyújtották Tóth Lajos részére a rekordról szóló tanúsítványt. A fiatal csikós az összegyűlt hatalmas tömeg előtt mondott köszönetet szüleinek, családjának, a Révbéri Lovascentrumnak és a támogatóknak azért, hogy lehetővé tették, hogy eredményesen tudott felkészülni és teljesíteni tudta a kitűzött célt. A Puszta 20-as Tóth Lajos és Solt Révbérpuszta névvel együtt bejegyzésre került a 2019 évi Guinness rekordok könyvébe. Nyáron ugrásszerűen megnő a rovarcsípések száma, a kültéri programokkal együtt járnak. De jó hír, hogy a legtöbb esetben elegendő a helyi kezelésük és a fertőtlenítésük. Régi tanács, amit ugye a legtöbben nem tartanak be, de a rovarcsípést nem szabad vakarni,
mert maga a vakarás általi sebesedés és elfertőződés okozza a legtöbb problémát. Most leggyakrabban szúnyogcsípéssel találkozhatunk. Nyilván ezeknek a csípése is kellemetlen, viszkető, fájdalmas lehet. Lehetőleg ezt borogassuk le, lehet kapni olyan antihisztamin tartalmú kenőcsöket vén nélkül a patikákban, ami ilyenkor segítenek abban, hogy egyrészt hűtik, másrészt a tüneteket enyhítik. A speciális rovarcsípéseknek vannak egyedi jellemzőik, amelyekkel jó tisztában lenni, főként a nyaraláskor és kirándulásokkal teli vakáció időszakában. A legtöbb rovar csípése ártalmatlan és elegendő helyileg kezelni az otthoni elsősegélykészletből, ám van olyan marás, amivel azonnal orvoshoz kell fordulni, elkerülve a komolyabb egészségügyi problémákat, amelyeket a véráramba került maró és méreganyagok okoznak. A be nem azonosított rovar esetén szintén fokozott az elővigyázatosság, és a biztonság érdekében orvosi felülvizsgálat indokolt. Beszélnek már a nílusi lázról is, amit a szúnyog terjeszt, és egyre több van. Délfelől jön fel ez a határ, ami a megbetegedéseket jelenti. Tehát én úgy gondolom, hogy oda kell figyelni, ha egy szokásos csípés elhúzódóbb gyulladást gerjeszt a bőrben, vagy más egyéb kísérő tüneteket tapasztalunk, akkor mindenképpen forduljanak orvoshoz. Ez a kísérő tünet lehet magas láz vagy fejfájás is. A szakember arra is figyelmeztet, hogy feltétlenül fel kell keresni az ügyeletet, ha a légutakban, szájban vagy orrban történik a csípés, és azonnali az intenzív izzadás, valamint sápadság, gyorsuló pulzus és lélegzet jelentkezik. Közel 40 gyerek vesz részt hétfő óta a kalocsai Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola táborában. Elsősorban kamara darabokat gyakorolnak, de játékra is szakítanak időt. Olyan gyerekek jelentkeztek, akik már valamennyire tudnak társaikkal együtt muzsikálni. Minden tanszak képviselteti magát. 9-től érkeznek a gyerekek, vagy 9-től már órák vannak, és 4-ig tart, tehát igazi napközis táborról beszélhetünk, és napközben vannak órák, ahol megtanulják az adott kamarai műveket, illetve vannak csoportjátékok, most készülnek épp a csoportok összeállítására, és koncertekkel tüzdeltük meg, mert szerettem volna, hogyha minél több zenét hallanak a gyerekek, hiszen évközben nagyon kevés koncertre jutnak el, és itt azért egy kicsit megtanulják azt, hogy hogyan is kell zenét hallgatni. Csütörtökön a Kecskeméti Harmónia Kvartett muzsikál a táborozóknak. Természetesen a gyerekek is bemutatják a tábor zárásaként, hogy mennyit gyakoroltak. Pénteken 4 órakor mindenkit sok szeretettel várunk erre a hangversenyre, tavaly is nagyon nagy sikere volt. Ugye szemezgetünk az eddig tanultakból, és megpróbálunk úgy összeállítani műsort, hogy mindenki színpadra kerülhessen, illetve vannak közös produkciók, ami tavaly énekkarra volt, és egy ilyen ütős, tapsikolós csapatból állt a dolog. Most sem vagyunk nagyon messze tőle, hiszen énekkar megint csak lesz, és hát nem tudom, hogy mennyien ismerik a netről ezeket a pohárral való ritmusjátékokat, ezzel fogjuk megtüzdelni. Hétfőn délután Kecskemétről érkeztek vendégfellépők. Az a nagyjából 400 év, ami mondjuk a barokk muzsikától napjainkig terjed, ebből az időszakból válogattuk a zenéket, amelyek hát elsősorban ilyenkor közvetlen a tanév vége után, ugye elsősorban a vizsgadarabok, a gyerekek vizsgadarabjaiból állt össze ez a műsor. Volt ezen a koncerten a kamarateremben Händel és Bach, Chopin és Mozart is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híreinkkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További szép estét, viszontlátásra!